Manapság már minden település határában van egy olyan kis kiterjedésű, intenzíven telepített tavacska, ahová azokat várják szeretettel, akik különösebb felkészülés nélkül csupán egy néhány órás pecára vágynak. Most én is egy ilyenre látogattam el, ami nem más, mint a kis bleró horgásztó. Az összes felszerelésemet, csalogatóanyagokat, csalikat úgy állítottam össze, hogy ne kelljen hosszú percekig a felkészüléssel bíbelődni, hanem csak kijönni és pecázni. A csalogatóanyagok, amiket ma összeállítottam, az őszi receptajánlóból már ismerősek lehetnek. Az egyik, az egy zöld Afrika Micromethod Feed pellet és Ready Method brownie keveréke, a másik pedig háromféle Flow Micromethod Feed pelletből áll össze, ez nem más, mint a fekete erő, fagyospongy és a kék fúzió. Ezekkel próbálkozom ma. Ezek a csalogatóanyagok azért praktikusak, mert nem vesz igénybe túl sok időt az elkészítésük, és nagyon fogósak mindemellett. A csali tekintetében is az egyszerűség elvét követtem, és mivel kevés cuccal érkeztem a vízpartra, mindössze egy doboz helyet hagytam a csaliknak, de ez pont elegendő. Ugyanis a Prometod pelletből most az 5 mm-es családot hoztam magammal, ez ugye 6 különböző ízben, ízenként két színváltozatban kerül forgalomba, ezáltal nincs olyan víz, amihez ne lehetne alkalmazkodni egy pillanat alatt, és megtalálni ebből a kis dobozkából az aznapi fogós csalit. Az ilyen típusú horgászatokra nem kell sok cuccot magunkkal cipelni. Megmutatom azt, hogy nekem miből áll ez a kompakt felszerelés. Természetesen a ponybölcső, illetve a ponymatrac az már kötelező kellék. Itt van benne egy 10 literes vödör, ebbe hoztam vizet fel. Annak érdekében, hogyha fogok halat, akkor be tudjam nedvesíteni a matracot, valamint ez szolgált arra, hogy be tudjam keverni az etetőanyagot reggel. Ehhez a vödörhöz egyébként tartozik egy tálca, amit most itt láthattok mellettem, ebbe tettem bele a már kész bekevert csalogatóanyagokat, így aztán nem kell külön etetőtálcát magunkkal cipelni, hanem itt ez a kis tálka tökéletesen megfelel arra, hogy a néhány órára elegendő etetőanyagot ebbe tároljuk. Az ilyen félnapos metód pecákhoz én általában a By The Met Team Feeder Rotary Boxot hordom magammal, mert könnyű, kényelmes, gyorsan felállítható, és különböző adapterekkel olyan stabil állást tudunk készíteni, mint egy versenyládán ülnénk, mégis attól jóval kényelmesebb. A jó hevesen küzd, de ez a lágybot felőrli az erejét, pikpak. Ezek a rendkívül lágy, de mégis rugalmas Prometod Feeder botok pont ezekhez a méretű halakhoz, az ilyen jellegű pecákhoz való. Ki is akad belőle a szakáll nélkül, horog azonnal. Így az első mai pontyocska. Az ilyen méretű halak azok, amelyek ilyen jellegű tavakban legsűrűbben előfordulnak, rendkívül jól el tudják szórakoztatni a horgászokat, élmény rájuk pecázni. Az ilyen típusú horgászatok elképzelhetetlenek metódkosár nélkül, ezért aztán bemutatnám azt a rendkívül egyszerű, de hatékony végszeréket, amit én most használok. Ennek a lelke egy By The Met
Team Fader Vario Method Fader kosár. 25 grammos változatban használom ezt, ez bőven elegendő arra, hogy megdobjam ezt a 20-25-30 méteres távolságot. Az előkém az egy 6-os Haldorado Brax fonott horogelőke, a horog pedig egy 12-es Guru QM1, amin egy Fine csalitüske van. Erre kerül felhelyezésre a csali. Ez a végszerelék roppant egyszerű, ezen a vízterületen fonott dobóelőkét sem kell használni, hiszen nem indokolja a dobástávolság. Egyből a 22-es főzsinórra van ez a kosár rögzítve. Szándékosan a végére hagytam azoknak a horgászbotoknak a bemutatását, amelyeket én az ilyen jellegű tavakon használok. Ezek nem mások, mint a By The Met Team Fader Pro Method Fader botok közül a 330-as és a 3,5 méteres változat. Ezek kellően rugalmasak, lágyak ezekhez az átlagméretű halakhoz, valamint ehhez a dobástávolsághoz. Ezeket a 2-3 kilós pontyokat kényelmesen ki lehet vele fárasztani, viszont megbirkózik az ennél jóval nagyobb halakkal is. Ez az új bot széria minden paraméterében a finom metod horgászathoz lett igazítva. Itt nem csak a rugalmas és az átlagosnál lágyabb bottestet értem, hanem az új típusú csavaros orsótartót, az osztott, csúszásmentes nyelet, a szíggyűrű sort, valamint a nagyon jó láthatóságot biztosító narancsfehér színezetű spiccet. Viszont ez a bot család nem csak használhatóságában jelent újdonságot, hanem megjelenésében is, hiszen az eddigiektől eltérő hófehér szín igazán különlegessé teszi ezeket a botokat. A metód technika megfelelő helyen, időben és megfelelő felszereléssel űzve, akár rövid idejű horgászatok során is olyan sok élményt nyújthat, amely felüldülés lehet a hétköznapok forgatagában. Menjetek minél többször horgászni, akár rövidebb, akár hosszabb időre. A lényeg, hogy élvezzétek!